Jó napot kívánok! Hegedűs Csilla vagyok, az LMDS szóvivője. Az elmúlt egy hétben nagyon sok kérdés érkezett hozzánk a koronavírussal kapcsolatban. Szakemberekkel, orvosokkal és nyilván a hatósági intézkedéseket is figyelembe véve arra törekszünk, hogy minél többet sikerüljön megválaszolni ezekből. Az, aki meg van hűlve, vagy az, aki influenzás, annak az immunrendszere le van gyengülve, és ezért veszélyesebb a számára a vírus. Éppen ezért a szakemberek azt javasolják, hogy együnk minél több zöldséget, együnk minél több gyümölcsöt, mert ezzel tudjuk erősíteni az immunrendszerünket. Sajnos nem. Tehát az influenza és a COVID-19 koronavírus egymáshoz elég hasonló tüneteket produkál. Éppen ezért el kell végezni a koronavírus tesztet ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan megtudjuk azt, hogy elkaptuk-e a vírust vagy sem. Igen, éppen ezért javasolják a szakemberek azt, hogy minél gyakrabban mossunk kezet szappannal, meleg vízzel legalább 20 másodpercig, vagy hogyha nincs erre lehetőségünk, akkor használjunk kézfertőtlenítőszereket, hiszen így tudjuk meggátolni a vírus terjedését. Köszönöm a figyelmüket! Hamarosan újra jelentkezünk!